Minden olyan demonstráció, ami nem jut el a társadalomhoz, vagy ami nem látható, vagy ami csak abban jelenik meg, hogy papírokat gyártunk arról, hogy sztrájkoltunk, annak nem kevésbé látom értelmét. Ez a kör, ami itt az iskola előtt van, ez körülbelül egy 150 méter. Én 10-15-20 kört fogok itt most futni. Ez sokkal inkább demonstratív jellegű, mint hogy egy igazán nagy sportteljesítmény legyen. Ez szépen lassan az elkövetkezendő hetekben, napokban fog összeállni valami nagyobb távvá, és szívesen látok bármilyen csatlakozót, aki szeretne velem együtt futni itt az iskola előtti téren, demonstrálva amellett, hogy nem ért egyet a közoktatás problémáival, vagy a közoktatásban jelentkező problémákkal. Úgyhogy várok bárkit szeretettel, a Facebook oldalon mindig közé fogom tenni a következő alkalmat, amikor én itt futok. Érkeztek már a csatlakozók, meg visszajelzések? Sok visszajelzés érkezett, mivel ez egy viszonylag hirtelen vagy gyors akció, tehát múlt hét pénteken tettem közé, ezért egy kollégám lesz, aki most kezdi velem ezt a futást. Bízom benne, hogy lesznek még csatlakozók. Az eddigi tiltakozási formák vegyük sorba. Tehát ami a nyár elején tavasszal jellemzően látható volt, az a sztrájk volt, amit a jogalkotó hamar lekorlátozott, és a létező összes eszközzel elérte, hogy akkor ez ne legyen egy jó tiltakozási forma, mert olyan szintű bürokráciát igényel most már ennek a megvalósítása, és ráadásul a sztrájk alatt is dolgozni kell a pedagógusnak. Szinte minden megtörténik, nagyjából a tanuló és a szülő számára, tehát a társadalom számára a sztrájk láthatatlan. Ezért nem annyira tartom most hatékonynak. De ez nem azt jelenti, hogy ne gondolnám azt, hogyha a kollégáim ezzel az eszközzel élnek, akkor nem tudok velük szolidálni. Egyértelműen szolidális vagyok ezzel a formával kapcsolatban is. A másik forma, amit most már tavasszal is elkezdtek kollégák országszerte, és most pedig megint csak új hulláma van ennek, ez pedig a polgári engedetlenség eszköze, amivel kapcsolatban a legintenzívebb élményem most az, kettő. Az egyik a múlt héten, vagy az előtti héten a Maruzsa úr nyilatkozata azzal kapcsolatban, hogy mi rossz példát mutatunk a diákoknak és ezen keresztül a társadalomnak azzal, hogy adott esetben nem veszük fel a munkát és polgári engedetlenek vagyunk. Itt rögtön eszembe jutott, hogy vajon kit szeretnék példaként állítani a diákjaim elé, Mahatma Gandhit vagy Maruzsa urat. Aztán a másik élményem, ami most a hétvége élménye, én miskolci születésű vagyok, és a miskolci Hermann Otto gimnáziumban tanultam, ahol az elmúlt héten a polgári engedetlenségben való részvétel okán elbocsátotta a munkáltatója az igazgatóhelyettes urat. És nekem ez egy nagyon, nagyon erős rugás volt. És ott is próbáltam a kollégákkal az egyetértésemet kifejezni, csatlakoztam a nyílt levelükhöz ebben a formában. Ezek voltak ezek az eszközök, és amit pedig saját, hogy is mondjam, körön belül meg tudtam valósítani, az már a tavasz időszakban is egyfajta demonstrációs megjelenés volt, egy demonstrációs véleménynyilvánítás, amikor a sztrájk, mint alapjog, hogy is mondjam, megtámadása ellen demonstráltunk ugyanígy az iskola előtt kollégákkal, és most ez a demonstráció, amit pedig azért tartok ebben a formában, mert ezt látom láthatónak. Erről mondom azt, hogy látható. Minden olyan demonstráció, ami nem jut el a társadalomhoz, vagy ami nem látható, vagy ami csak abban jelenik meg, hogy papírokat gyártunk arról, hogy sztrájkoltunk, annak nem kevésbé látom értelmét. Egyébként pedig éjszakánként dolgozom, hétvégén dolgozom, a diákoknak feladatokat állítok össze, konzultálok velük hétvégén is, ha szükséges, és ez az, amivel még ha több időt is teszek bele, ez az, amit láthatóvá tudok tenni. Mert azt a munkát nem látják az emberek, nem látják a törvényhozók, nem látják a politikus urak, és nem látja a társadalom sem. És ahhoz képest, amit a levelében is írt, hogy sokan egzisztenciális kényszerek miatt nem állnak ki, hogy ahhoz képest, hogy látja, hogy sokan álltak ki, hogy mennyire nagy az egzisztenciális nyomás, vagy kevesen, ezt hogy látja? Hát én úgy látom, hogy a tanárság, lássuk be, az egyik, a követelések egyik fő motivuma, hogy hihetetlen mértékben alulfinanszírozott ez az ágazat, és ebben a tanárok bérei, azok meg egyszerűen tragikusak. Tehát, ha valaki ezt az egzisztenciát, ha lehet annak nevezni, bár elég furcsán hangzik ebben a körben, ha ezt valaki félti és aggódik miatta, főleg akkor, hogyha családja van, akkor én nem tudom ezért károsztatni, sőt,
Nekem is 4 gyerekem van, 6-tagú családban élünk, ezért sem tehetem meg én sem, hogy ezzel a módszerrel, ezzel a polgári engedetlenség módszerével úgy éljek, hogy nem veszem fel a munkát. Kell találnom egy másik módszert, ez a módszer az, amit én meg tudok cselekedni, amivel láthatóvá tudom tenni magamat, és amivel láthatóvá tudom tenni a problémákat. A kérdésre válaszol, hogy milyen tömegek vannak vagy nincsenek ebben a formában, ebben a polgári engedetlenségi formában. Sajnos én nem látom azt, hogy nagyon nagy arányban, nagy százalékban használnák ezt az eszközt a kollégák. És részben ennek az az oka, hogy a munkáltatók részéről, az iskolák munkáltatók részéről jó előre megkapták a figyelmeztetéseket az iskolák és a tankerületek től az iskolák, hogy miképpen fogják szankcionálni ezt a fajta véleménynyilvánítási formát. Azt mondod, hogy 6-tagú család, hogy a mostani fizetésnek hányszorosabb, vagy akkor a mértékben kéne emelni a fizetését, az, hogy elegendő legyen a családjának a kényelmességekhez? Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Nincsenek nagy elvárásaim, ez lehet, hogy furcsa hangzik, és lehet, hogy nagyra vágyóbbnak kéne lenni, de hogy mi nem járunk télen síelni, nem tudunk elmenni nyáron a 6-tagú családdal nyaralni. A non plus ultra a nyaralásban az az, hogy elmegyünk a Tajtót falu feletti híd alatt, van egy jó kis kavicsos, és akkor oda kimegyünk egy sátorra a 6-tagú család, és akkor azt mondjuk a barátainknak, hogy Tahitin voltunk nyaralni. Szóval nincsenek nagy elvárásaink, egyszerűen szeretnénk egy kiszámítható, értelmes életet, ahol esetleg el tudunk menni a gyerekeinkkel színházba, ahol nem okoz gondot az, hogyha esetleg valamilyen plusz órát kell a fiamnak, lányomnak finanszíroznom, és ahol ott esetben meg tudjuk tenni, hogy nyáron egy hetes nyaralás beleférjen. Hát ezek vágyak. A tanárok demonstrációi kiállása, a véleménye önmagában kevés. Azt látom én, hogy mindaddig, amíg a társadalom, mindaddig, amíg a szülők, jellemzően a családok nem veszik észre, hogy a gyermekeik oktatáshoz fűződő joga milyen módon sérül, és amíg csak azt látják, hogy azt gondolják sokan, hogy a tanárok nem akarnak dolgozni, addig ez a dolog nem fog tudni megfordulni. Lássuk be, hogy a kormányzat és a mindenkori politika a társadalomnak vagy a népességnek a legnagyobb tömegét akarja kiszolgálni. Hogyha ebből a tömegből nem jön olyan igény, hogy nekünk nem jó ez az oktatás, amit a gyerekeinknek adtok, nekünk ez nem elég. Mi szeretnénk, hogy a tanárokat jobban megbecsüljétek. Mi úgy látjuk, hogy tönkreteszitek a jövőnket azzal, hogyha nincsenek megfelelő iskolák, nincsen megfelelő oktatás, és ezzel maga a gazdaság is kérdésesen fog működni a jövőben, amíg a társadalom ezt nem tudja artikulálni a törvényhozók és a politikusok felé, addig sajnos a tanárok szerintem kevesen vannak. És egy utolsó kérdésként, hogy vizuális szakemberként milyen képet vagy filmet ajánlan azokat eset egyszernek most majd a döntésre? Hát nem véletlenül lett ez a címe ennek a projektnek, ez a Maraton életre halálra. Kicsit úgy érzem, igen, mintha az összes pedagógus ebben a cipőben, ebben a futó cipőben futna éppen, mint Dustin Hoffman ebben a filmben. Futunk az életünkért.